Köszöntöm Önöket, ez itt a Porta, a Régi Opis Televízió térségi magazinműsora, a stúdiónk vendége pedig Gémesi Csanád, a Gödölői Egyetemi Atlétikai Klub karvivoja, olimpiai kvótával rendelkező sportoló. Ugye a témánk részben az olimpia, hogy elmarad, erről is fogunk beszélni, de hát legutóbb te 2018 őszén vagy kora őszén voltál itt a stúdióban, akkor, akkor nyertetek Európa-bajnokságot Újvidéken, azzal kapcsolatban beszélgettünk, és akkor úgy hagytuk abba, hogy a 2019-es év nagyon fontos lesz, hiszen a kvalifikáció itt fog eldőlni, és szóba hoztad a budapesti világbajnokságot. Így van, köszönöm a meghívást. Tehát nagyon sok minden történt 2019-ben, fontos dolgok, és szerencsére jó dolgok. Hát igen, ez, az ez ez, ez is térem a világbajnokságon, meg ugye a világkupa eredmények gyakorlatilag, E, e, ugye ebben szereztetek végül is kótát, illetve pontokat, ami alapján most márciusban eldőlt az, hogy már matematikailag sem tudtok kiszorulni a legjobb négyből, és a legjobb négy az utazik gyakorlatilag, és még ugye a négyhez jön újabb négy csapat, tehát összesen nyolc csapat, ez meg viszont azt hiszem földrajzített területi elosztási elv alapján van. De erről majd beszélünk később, mert ez, ez, ez más szempontból lehet érdekes, hanem térjünk vissza erre a világbajnoki döntőre. Mert az a világbajnoki döntő, ez, ez, ez tulajdonképpen ilyen, már fogtátok az aranyérmet szinte. Hogy éltétek ezt meg? Vívesben azért nehéz, nem, nem nagyon szoktunk ilyet mondani, mert, mert olyan nincs, hogy amíg, amíg, nincsen a nyakunkban az érem, addig az nincsen meg. Láttunk nagyon sok fordítást már az elmúlt években, évtizedekben is akár. De elég visszamenni, nem, nem, nem kell messzire visszamenni, hiszen a Rioi olimpián Imre Géza sokkal közelebb állt ahhoz az olimpiai aranyhoz, mint mihez a világbajnoki aranyhoz. Mondjuk ez igaz, igen, mert ott egy tusra volt gyakorlatilag igaz? Egy tusra volt, és volt öt előnye. Igen. Jó, hát vannak ilyen sportágak, ugye ilyen a pingpong, a röplabda, hogy utolsó pontig kell játszani, utolsó tusig kell vívni, akkor dől el az egész, de hát ez egy, ez egy elég viharos világbajnoki döntő volt, és voltak ott kétes kétes döntések is. Ez így van. A hajlamosak vagyunk mi is sokszor kihegyezni ezt a világbajnokságot erre a döntőre, de azért ez egy nagyon, tehát ez egy, ez egy hosszú verseny volt, ez egy majdnem egy hét, sőt, több, az egyéni versenyen együtt több mint egy hét volt. Maga a csapatverseny is két napos volt, és ez csúcsosodott ki ebben a, ebben a nagyon magas színvonalú döntőben. Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen színvonalas döntőt vívtunk ezzel a, ezzel a papíron nálunk erősebb koreai csapattal. És és, és óriási, óriási közönség gyűjt össze erre Igen, a, a egyik döntőre, volt, itt Budapesten. Olyan szurkolást és olyan támogatást kaptunk a Lelátóról, amit én én még soha életemben nem éltem át. És nem is láttam ilyet még vívóversenyen. versenyen. Majdnem 5000, sőt, talán több mint 5000 ember volt a csarnokban és olyan volt, mintha egy foci meccsen lettünk volna. Tehát olyan hangos és olyan uh, elános szurkolás volt, hogy, hogy mindannyian, uh, mindannyian uh, nagyon komoly támogatást, támogatásként éltük ezt meg. És akkor hát ilyen körülmények között kezdődött meg ez a, ez, a, ez a döntő, és, 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 és az biztos, hogy, hogy a, a két csapat nagy, magas színvonalon teljesített, sajnos a bírók nem mindig teljesítettek ezen a, ezen a színvonalon, nem feltétlenül világbajnoki döntőhöz méltó volt az ő, az, ő, szereplésük, de, de ez mivel pontozásos sportág és vannak szubjektív elemei a vívásnak, ezért sajnos egy kicsit hozzá is szokhattunk. Hát ez igen, csak ugye nem tudom, mi a nehezebb fönnállni a Páston utolsó asszóra, ugye szilárd járon vívta az utolsó asszót, vagy pedig lent szurkolni neki. Tehát mi a nehezebb ilyenkor? Mert azért volt olyan pillanat szerintem, hogy elhittétek ott lent. Lehet, hogy az áron nem, de ti ott lent esetleg, hogy ez, ez nagyon közel van az arany itt már. Hát ez így van, ugye a végkifejlett az utolsó, utolsó asszó, amit a, a befejező emberek vívnak már egymással. 40-től 45-ig, illetve ebben a, ebben a, a szakában a, a mérkőzésnek. Hát minden, ugye minden súly azon van, tehát ott, ott van a befejező, de hát nem véletlenül szilágyjáron a befejező emberünk, ő az, aki, ő az, aki ezeket a helyzeteket kifejezetten élvezi és szereti is. És tényleg így volt, hogy, hogy ahogy egy mínusz kettőből vagy mínusz háromból vette át Áron az utolsó, az utolsó uh, asszóra a, a, stafétát, és 43-41-re már mi vezettünk. Két tusra voltunk. A, a, budapesti világbajnoki aranyéremtől. Tehát, hogy ez nagyon, ez nagyon közel volt, és, és ott volt egy vitatott találat, ami, amit nagyon szerettünk volna, hogy nekünk adjanak, és utólag is úgy éreztük, hogy az, 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 megilletett volna, illetve Áront megillette volna, a csapatunkat megillette volna, és az egy kényelmesebb helyzet lett volna már a 44-41. Igen, mert onnan már nem hibázhat az ellenfél. Hát igen, igen ott, már, ott már csak az utolsót, ut csak az utolsót kell beadni, de hát nem így alakult, és újra erőre kapott a korai fiú aki egyébként pár nappal előtte egyéni világbajnoki címet szerzett, tehát nem egy, Világos, nem, nem, nem egy nyeretlen, van. nyeretlen volt. Igen. És, és hát 44-44-nél is egy olyan találat döntött, ahol két olyan szituáció volt is, hogy centiken, millimétereken múlt, hogy az áron nem talált el a korait, és a végén mégis, mégis, a korait Mégis talált. ők nyertek, és ugye ennek lett egy Hát ugye ennek a fegyelmezettségnek, meg a, a sportszerűségnek, ahogy ti ezt viseltétek ekkora közönség előtt, ilyen körülmények között, ennek lett egy következménye, egy nagyon szép következménye, hogy kaptatok egy fair play díjat Igen, bár azért nem erre, hiszem... nem erre fogtátok, tehát nem a bírói tevékenységre fogtátok, hogy elveszítettétek a világbajnoki döntőt. Ez így van, ez így van, nem is. Te, tehát, hogy utána fel sem merült bennünk az, hogy magunkban nyilván egy kicsit bosszankodtunk, de de nagyon uh, szerintem ez a fegyelmezettség, amit említettél, ez egy jó szó erre, nagyon fegyelmezetten um, és, és összezárva uh, elmondtuk azt mindenkinek, hogy, hogy uh, bár nagyon jó mérkőzést vívtunk, és nagyon közel voltunk hozzá, mi is tehettünk volna többet. Nekünk is voltak olyan találataink, amiknél amik ha picit jobban koncentrálunk, picit talán jobb döntéseket hozunk a páston, akkor ez az egy a végén e, a mi javunkra dől el. Hát igen, ezek után gyakorlatilag ugye elindult az olimpiai kvalifikáció a világkupák. Ugye hát nem azonnal, de az ősz folyamán volt, aztán tavasszal is volt, és szépen gyűjtögettétek a pontokat, és amit az előbb ugye elmondtam, hogy a négy között kellett végezni ahhoz, hogy egyeneságon kerüljön ki valaki, és a másik négy válogatott pedig majd területi jelv alapján utazhat Tokióba. És ugye ez márciusra dölt el, március elejére, és utána egy pár nappal később jött a járvány, aztán még egy pár nappal később jött a, hogy gondolkodtak rajta, hogy hogy lesz, halasztják, meddig halasztják, hogy halasztják, és most már tudjuk, hogy a következő évre tolták el, tehát egy évet halasztottak. Hát ezt, ezt és azt azért is kérdezem, mert ugye nem azt mondom, hogy idős vagy, mert nem vagy idős, de, de ugye azért 34-35 évesen, ugye ez már egészen már, mint ha valaki 11 nehány évesen tolni kell egy évet az olimpián, akkor az még ugye nem biztos, tehát ezt, 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 az egészet hogy kezelted? Mert azt is gondolom, hogy a 2020-as év az gyakorlatilag ennek volt alárendelve minden szempontból az olimpiának. Hát abszolút, igen, de nem is hogy a 2020-as év, hanem a 2018-as, a 19 es és a 2020-as is. Üm, igazából ugye 2019. április 1-ével kezdődött a kvalifikációs időszak. Ez egy egyéves időszak volt, és már, már a, 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 abban, a, tehát már a világbajnokság előtt már elkezdődött. Az Európa-bajnokság, az előtte levő világkupák már mind beleszámítottak a, a kvalifikációba. És hát végig szerencsére már az elejétől kezdve olyan eredményeink voltak, ami igazából nem hagyott kétséget afelől, hogy, hogy mi ott leszünk az olimpián. Az, hogy ez márciusban, most márciusban ért már matematikailag is kvótává, az, az igazából szem, számunkra már nem sok mindent jelentett, mert a világbajnokság után mi már gyakorlatilag kvótásnak tekintettük magunkat, és onnantól kezdve az olimpia volt a cél, amire fölépítettük az egész szezont. És akkor itt ö, itt szólt közbe ö, a, a járvány, ami persze nagyon nem esett jól, de ez az, ami, ezek azok a dolgok, amikkel, amikkel nem tudunk mi ö, mit Nyilván. kezdeni, mi alkalmazkodni tudunk. Nagyon, csak... szomorú, nagyon szomorú, nagyon szó én személyesen nagyon. nagyon eh, szomorú voltam, amikor ezt a, ezt a halasztást eh, már fixen meghallottam. De de igazából a, az eszem azt mondja mondta nekem közben folyamatosan, hogy ez, ez a reális döntés, ezt meg kell csinálni ez igazából annyit jelent, hogy a négy hónap helyett 16 hónapunk lesz a felkészülésre. Hát nyilván az ember meg az egészség fontosabb, mint egy olimpia vagy egy verseny, ez, ez teljesen egyértelmű. Változik valami? Tehát ez, ez, tulajdonképpen ez a kvóta már ilyen formában, ez, ez most befagyasztják befogyasztják ezt az állapotot, vagy rendelnek el új kvótaszerzési lehetőséget? Erről mit lehet tudni? Ez ö, le van már fixálva igazából, a Nemzetközi Vívó Szövetség, meg az olimpiai, Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kiadott már ezzel kapcsolatban közleményt illetve illetve állásfoglalásokat is. A kvalifikációs versenyek, a, meg, a megrendezett kvalifikációs versenyek azok megmaradnak. Egyetlen egy verseny, egy világkupa az, ami még hiányzott a, a, a kvalifi idei kvalifikációs igen. versenyek közül ezt pótolni fogják, és hozzá fogják adni az eddig megszerzett pontokhoz. Tehát gyakorlatilag befagyasztják ezt a jelenlegi állapotot. Azt, hogy milyen, a következő szezon milyen versenyekből fog összeállni, ezt nem lehet még tudni. Azt se lehet tudni, hogy ezt, a, ezt az elmaradt világkupát ezt mikor fogják megrendezni. Ezt akkor fogják igazából kijelölni ennek az időpontját, amikor már lehet látni a járványnak a, a végét, illetve hogy mikor lehet ilyen típusú rendezvényeket már már megtartani. Az eszembe mindenképp megkérdezem, mert ugye ez nagyon érdekes abból a szempontból, vagy érdekes lehet abból a szempontból, hogy szinte versenyek nélkül rendeznek majd egy olimpiát? Én nem hiszem. Tehát, az... Tehát valamilyen felvezető versenyeknek lenniük kell, de nem lesz tétjük. Igazából csak egy ilyen hát edzőmeccsek. De ez, ez lesz a Nemzetközi Vívószövetség feladata, hogy valahogy úgy állítsa össze ezt a versenynaptárt, hogy, 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 hogy ne Menjen a kukába az egész, tehát hogy legyen értelme is, meg legyenek versenyek, és legyen tétje, legyen Esetleg értelme is. Pénzdíj a felmerülhet, hogy pénzdíjasok lesznek, és akkor az lesz a motiváció? Benne van, benne van ez is. Tényleg én nem most nem akarok tippelni, mert tippelni tudnék csak, hogy milyen. Hát igen, most ebben milyen, a mi, mi, Tehát, hogy ne, nincsen semmi információnk még arról, hogy milyen ötletek vannak éppen bent a, a, a szövetségben, miken gondolkoznak. Edzés. Most ebben a helyzetben, ugye nem tudtak edzeni. Tehát ö, asszókat nem tudtak vívni, ugye, mert a fizikai kontaktus és a távolságtartás az most ugye nem ö, előírt gyakorlatilag, tehát nem tudtak. Mit lehet kezdeni, vagy mit tud, tudtak csinálni? Kiegészítő? Igazából ö, a, válogatott mellett van egy kondi edzünk, aki, akivel már most több mint öt éve együtt dolgozunk. Az ő általa előírt edzésprogramot csináljuk igazából, illetve, illetve az edzőmmel ketten még azért nekünk megengedték, hogy együtt dolgozzunk, úgyhogy mi, mi még iskolázunk. Ezt De, itt Gödöllön tudod csinálni? Ezt itt Gödöllön. Tehát nem kell bemenni Budapesten, Budapestre, ezt itt meg nem. tudjátok oldani. A, a fizikai edzés, a kondi edzéseket azokat otthon csinálom Mivel általában. megkapott gondolom, Megkapom, Otthon megvannak az eszközeim, és ezekkel megcsinálom a, ezt a programot. Azt hiszem, hogy többet edzem mint amikor, mint amikor nincs járvány ebben az időszakban, egyébként. És hát most ez van, nem könnyű egyedül edzeni, egyébként, de ezt minden sportoló szerintem átérzi, meg tudja, hogy, hogy, hogy az egyedül edzés az, az mindig nehéz. Egyszer-egyszer még könnyebb, de húzamosabb ideig egyedül edzeni, anélkül, hogy a, ott vannak mellettem a társaim, a csapattársaim, akik. akik egy, -egy ne nehezebb, az edzés nehezebb pillanatában áthúznak, ö, átlendítenek azon a holdponton. De hát ez van, alkalmazkodunk. Így van. Ö, anyagilag nem a zsebetbe akarok turkálni, tehát vért valamilyen veszteség? Vagy a csapatot érte valamilyen veszteség? Vagy kapjátok továbbra is a támogatást? Alapvetően öm, válogatott sportolóként eredményeségi támogatást, a Gerevics ösztöndíjat kapjuk, ez, ez, igazából változatlan. Tehát ezt nem vonták vissza, nem csökkentették, ez maradt tovább, és a felkészülés gyakorlatilag ilyen formában segíti, szolgálja, és mindennapi megélhetést is gondolom. Hát alapvetően ugye ez továbbra te. is a, a, kvótánk az biztos, tehát hogy az, az, nem változott, ugyanúgy megvan, tehát ugyanott állunk, mint ahogy, mint ahogy álltunk március közepén, csak hogy a verseny került messzebbre. Így van. No, ha a kvótáról beszélünk, ugye az a kiírás az olimpiai részvételre, hogy aki kijutott csapatban, annak a három fő a csapattagok közül egyéniben is indulhat. Te most az egy stabil harmadik embere vagy ennek a csapatnak. Gondolom ez nem is nagyon fog változni. Nagyon Mert, bízom benne. Hát kicsi a valószínűség, hogy valaki előkerül, szerintem ebben a helyzetben, verseny nélkül, minden nélkül, tehát ő meg tudja mutatni magát. Tehát ez biztosnak tűnik, hogy te tagja vagy, és, és mi a harmadik számú versenyzőként számolnak vele, el tudsz indulni egyéniben is. És akkor itt a másik érdekesség, hogy ugye egy olimpia, szokták mondani, hogy lehet, hogy könnyebb nyerni, mint egy világbajnokságot, mert hogy a mezőny is kisebb. Ugye azt hiszem egyéniben 32-es tábla van, csapatban meg 8 csapat, amiről az előbb már beszéltünk. És akkor, hát ugye a 32-ben akkor tulajdonképpen ott vagy, két-három vívással érem közelbe lehet kerülni, de ennél sokkal érdekesebb ugye a csapat. Mert a másik négy, ugye meg ott vannak a dél-koreaiak jelenlás szerint, ott vagytok ti, a magyarok, a harmadik helyen az olaszok és a németek most. Ez még, azt, azt hiszem a negyedik hely talán még változhat, de nem olyan a negyedik, A németeknek is már biztos a helyük. Így van, tehát ez megvan. Honnan jöhet a másik négy, ha területi elosztást néznek? Ott is uh, majdnem teljes a mezőny már a következő az 5-8-as pozícióig. Hiszen négy földrészről jön a, a igazából a világranglista szerinti első. Európából az oroszok vannak Igen. a kiutó helyen, Ázsiából irán, az amerikai kontinensről az Egyesült Államok, és Afrikából pedig Egyiptom. Igen, és ki a hetedik? Ebből a hetedik most az USA. Igen, mert akkor tulajdonképpen úgy kezdődne ez a csapatverseny majd Tokióban, hogy Magyarország-Egyesült Államok igen. a négy közé vívásért, és ha ott az olaszok is hozzák a papírformát, akkor az elődöntőben az olaszok. Ez így van. Tehát tulajdonképpen, ha ti a harmadik helyen végeztetek volna, akkor is az elődöntőben az olaszokkal. Ez igen, hát. Igazából mi... ehhez már hozzászoktunk, mert az elmúlt években mi amikor elődöntőt vívtunk, az esetek nagyon nagy részében az olaszokkal vívtunk. Na, oda akartam kilukadni ezzel, hogy ez nagyon-nagyon érem gyanús. Abszolút érem És vagyunk. ugye ezért, ezért, rossz, ugye te gyakorlatilag 12-ben már elvileg kijuthattál volna, de nem volt, nem jutott ki a magyar csapat. Így van. Londonba. 16-ban törölték a karcsapatot, a férfi karcsapatot, tehát nem is rendeztek versenyt. Oda azért nem mehettél. Most itt egy lehetőség, 2020 lett volna, és ugye elhasztották egy évvel, reméljük, hogy csak egy évvel is, reméljük, hogy nem törlik, mert ez egy óriási lehetőség a gyerekkorodot ezért gondolom elsősorban ezért dolgozom. Így van, így van, hát ez e, igazából tényleg gyerekkorom óta, amikor megkérdezték tőlem azt, hogy e, hogy mi, mi szeretnék lenni, meg miért csinálom ezt, olimpiai bajnok szeretnék lenni. Tehát ez volt a válaszom már gyerekként is erre a kérdésre, úgyhogy tényleg ez egy, ez egy ilyen gyerekkori álom, és... és és, és hát nyilván ne, ne, nem jött jókor ez a halasztás, de hát kinek jött jó? Van, jó, Vannak olyanok egyébként, akik, akiknek még jól is jöhetett, de mi biztos, hogy nem tartottunk ebbe, mint magyar férfi kardválogatott. De például a feleségemmel, amikor otthon beszéltünk erről, hogy kijött ez a hír, és teljesen ő is maga alá került, vagy ő, ő még inkább talán, mint én, és azt mondtam neki, hogy ez nem baj. Mert én jövőre csak jobb leszek. Hát legyen így, persze, nyilvánvaló. Csak És ugye... ezt én komolyan is gondoltam, én ezt a mai napig ezt gondolom, hogy egy olyan e, folyamatnak vagyok éppen egyébként a, az elején, közepén, inkább az eleje felé, ami ami hát még fölfelé tartott volna ezen a nyáron. Még nem értem volna el a csúcspontot. Uh -huh. Úgyhogy ebből a szempontból még jó, az Érződ? mondja, te érzed belülről? Hogy ez, ez, egy, ez egy közös. Ez hogy egy közös későn érő típus vagy ilyen formában? Nem, van a, a pályafutásomban vannak vannak ilyen ilyen dombok, hegyvonulatok, völgyek. Ciklikusság. És, cik, hát ilyen ciklikusság, abszolút, igen. És hát éppen egy ilyen, egy ilyen fázisában vagyok az én pályafutásomnak. És, és a teljes mértékben úgy gondolom, hogy én jövőre jobb leszek. Uh -huh. Hát akkor fejezzük be az egy pozitív dologgal, mert ugye közben épül Gödöllön egy vívócsarnok. Nem tudom, hogy a járvány, hogy a népegészségügyi helyzet mennyire gátolja az építkezést, de ugye évvégére elvileg ez elkészülhet. Abszolút nagyon jó halad az építkezés, roham léptekkel lehet mondani. És akkor valószínű, és bízunk abban, hogy addigra ez a járványügyi helyzet is ugye feloldódik, enyhülnek a korlátozások, és akkor gyakorlatilag itt lehet készülni, majd arra felkészülni, hogy a fiatalok azért fognak Gödöllön a vívócsarnokba jönni, mert van gödöllenek egy olimpiai ne fejezzük most be a mondatot. Érmes vagy bajnok karvívója? Hát én ebben bízom, ezért dolgozom, és minden szempontból a saját pályafutásomban, meg a Gödöli klubnál is a, a vívóteremmel kapcsolatban, hogy ez így történjen. Jó, hát akkor nem tudom, mit mondjak egyelőre, csak annyit, hogy akkor kitartás, dolgozzatok, sérülés ne érjen, és akkor ez a ciklikusság, ez meg érjen jövőre nyárra, valamikor július közepén, vagy nem tudom mikor lesz a csapatverseny, vagy az egyéni verseny, a csúcsra. Köszönöm szépen, család hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ötnek pedig szeretném megköszönni a figyelmet. Viszontlátásra.